Jó estét kívánok! A Bajnokok Városa mai adásában részben a Honvéd Szondi Ese, azaz a fehérvári asztali teniszezők idei sikereiről, másrésztről pedig a csapat vezetőedzőjének egyéni sikereiről lesz szó. Vendégünk a stúdióban Jakab Gábor, a Honvéd Szondi Ese vezetőedzője. Köszöntelek a stúdióban. Szia. És engedd meg, hogy mindjárt a beszélgetés elején gratuláljak egy fontos tényhez, hiszen Gábor veterán Európa-bajnoki címet szerzett a Budapesten megrendezésre került kontinens viadalon. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az első, ugye, ahol elindult, az első veterán. Első veterán nemzetközi és Európa-bajnokságon volt. Még országos veterán versenyen sem indultam eddig. Hozzátartozik ez ahhoz, hogy elindultam, hogy a párom, akivel végül is Európa bajnokok lettünk párosban, elég sokáig rágta a fülemet, és próbált befűzni erre, hogy induljunk el a páros versenyen, mert úgy gondolja, hogy elég jó esélyeink lehetnek. És végül is beadtam a derekamat, elindultunk, és szerencsére nagyon jól sikerült. Megnyertük párosba az Európa-bajnokságot. Egyéniben eddig jutottál? Egyéniben is szépen meneteltem, a legjobb 8 közé sikerült bejutni. 4 közé jutásért egy szlovák válogatott, még talán még most is aktív válogatott játékostól kaptam ki. Pár éve a német Bundesliga 1-ben játszott bajnokságban. Őtőle kaptam ki. Előtte pedig egy nagyon jó görög védőjátékost vertem meg, még a 128 között. 256 fős főtábla volt egyébként, több mint 400-an indultak a mi korosztályunkba, összesen meg 3500 induló volt a veterán Európa bajnokságon, úgyhogy elég nagy szabású rendezvény volt. Tehát ezt a görög védőjátékost sikerült megvernem, utána könnyebb meccseim voltak, és akkor a 4 közé jutásért végül is ott kaptam ki. Párosban melyik volt a legnehezebb meccs? Párosban az elődöntőben találkoztunk ugyancsak a szlovákokkal, és az egyik srác volt ez, akitől egyéniben kikaptam. Az egy elég kiélezett meccs volt. 2-0-ra vezettünk, de a harmadik szettet elvesztettük, és a negyedikben pedig 10-10 volt, és ott nagyon pici múlott, hogy most kinyeri azt a szettet. Hogyha megnyerik és a döntőszettre fordulunk, akkor már a mentális előny náluk lett volna, hogy hátrányból jönnek fel, és akkor a döntőszettnek úgy megyünk neki. De szerencsére nem így alakult, és 3-1-re mi nyertük az elődöntőt. Aztán a döntő is egyébként egy nagyon éles meccs volt. Ott egy belga-német pár ellen játszottunk. Nagyon tapasztalt játékosok ők is. Ott is ugyancsak így nagyon jó startot vettünk, 2-0-ra vezettünk, megint 2-1 lett, ott viszont a negyedik szett az egy simább szett lett, és óriási hangulat volt, nagyon sokan szurkoltak nekünk, több ezren kint voltak a bokcsarnokban, úgyhogy szuper volt. Nevesítsük azért azt, akinek az oldalán nyerte ezt az Európa bajnoki címet. Marsi Mártonról van szó. Ő volt, aki rágta a fülemet sokat, és elindultunk végül, és egy nagyon tapasztalt játékos, többszörös magyar válogatott volt annak idején. Most ugyancsak utánpótlással foglalkozik, mint én. Ő Budapesten a BVSC-ben edzősködik. Volt Skóciában is válogatott edző, azt hiszem két évet élt kint Skóciában. Egy nagyon technikás, tapasztalt versenyzőről van szó. Miért tóckodtál az indulástól? Azért, mert egyrészt nehezen fogadom el ezt a veterán nevet. Értem. Hogy veterán versenyen induljak. Másrészt meg azért elég sokat vagyok a teremben. Edzést tartok gyerekeknek, utánpótlásnak. Magamnak egy picit kéne mindig pingpongozni. Zajlik a bajnokság évközben, az NB1-es meccseken oda kell tenni magunkat. Nyáron edzőtáborokat tartok. Most van pár hét üresen, és akkor mondtam a Mártonnak, te hagyjál már, hát kicsit szeretnék nyaralni. Jó, igazad van. Hívjál vissza majd pár hét múlva. Akkor visszahívott, te figyelj, mert Pesten lesz az EB.
úgysem megyünk, nem fogunk emiatt elutazni. Van, akik egyébként nagyon élvezik, meg szeretnek veterán versenyekre menni. Nekünk ez volt az első, és végülis így adtam be a derekamat. Most tényleg, hogyha Pesten nem indulok el egy veterán ebben, akkor hol fogok? Jövőre Bordeauxban lesz, Franciaországban, akkor tavaly Las Vegasban volt a veterán világbajnokság. Egyrészt nem annyira szeretek utazni, másrészt meg egy picit, hogyha van szabadidőm, akkor mással is szeretnék foglalkozni. De utólag egyébként nem bántam meg, nagyon jó élmény volt, meg nagyon jól sikerült. Nem nagyon akartam elindulni, de lehet, hogy pont ezért sikerült ilyen jól. Mennyi idős vagy most? Most 42 éves vagyok. Úgyhogy ez a 40 pluszos korosztályban indultunk. Hát ez a legaktívabb még a veteránok között, ez a korosztály. Tehát nagyon sok olyan játékos van, aki még mindig komoly bajnokságokban játszanak. És egyéni vagy páros? Melyik műfajt kedveled jobban? Mindkettőt. Nagyon különbözik egymástól a két versenyzési dolog, versenyzési történet. Párosban nem feltétlenül arra kell törekedni, hogy befejezzed a labdamenetet egyből, hanem inkább próbálod kiszorítani az ellenfelet, jó helyzetbe hozni a partneredet. Egyrészt, hogyha túl gyorsan ütöd a labdát, vagy nagyot akarsz, benne van a rontási százalék is jobban, meg sokkal gyorsabban kapja vissza a partnered a labdát. Ezen a szinten azért visszajönnek, akkor már nehezebb helyezkedni. Tehát itt a párosban azért sokkal többet ér, hogyha pontosan jó helyre, jó ütemben helyezed a labdákat. Egy más jellegű játék. Aztán egyéniben ott meg nyilván saját stílusodat próbálod ráerőltetni az ellenfélre, felméred, hogy ő neki nagyjából mik az erősségei, ahhoz képest próbálsz egy olyan taktikát kidolgozni, hogy a legeredményesebb játékot tudjad hozni. És nem kaptál, vagy nem kaptatok vérszemet, hogy azért egy veterán EB cím után, egy veterán VB, egy világbajnoki cím is jól néz neki? Hát sokan kérdezték ezt tőlünk, így az EB győzelmünk után. A Mártonnal egyenlőre abban maradtunk, hogy ez egy egyszerű alkalom volt, elindultunk, megnyertük, ez egy nagyon szép kerek történet. Pesten volt a veterán Európa-bajnokság, úgyhogy most éppen ebben vagyunk. Majd a Mártonnak ezt a TV-riportot nem mutatom, hogy volt erről szó, úgyhogy biztos még fogunk ezen mosolyogni, meg beszélni róla. Most tényleg ebben vagyunk, hogy elindultunk, megnyertük, jó volt, szép volt. Aztán még ki tudja. Hát ugye most mondtad, hogy nem annyira szeretsz utazni, de hát azért játékosként elég rendesen körbe jártad Európát a postásból indulva. Aha, tehát az sok volt. Hány országban? Hány ligában élvonalban játszol? Hány bajnokságban játszottál? Játszottam Spanyolországban, játszottam Osztrák Bundesliga 1-2-t, Németországban. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megy a bajnokság, akkor szinte heti szinten utazgatások. A hazai meccsek, akkor hogyha még idegen megyünk, kimegyek a saját csapatomhoz, onnan még utazunk tovább. Németországban voltam, 5 héten keresztül repkedtem Stuttgartba ide, oda-vissza, minden hétvégén. És akkor az azért úgy elég fárasztó tud lenni. Vagy az elején még élveztem. 20 évesen, aj de jó, akkor megint megyek meccsre ide, oda. Aztán most már azért jobb a nyugalom, jobban tetszik. Melyik sikeredre, vagy mely sikereidre vagy a legbüszkébb? Hát több ilyen kis részsikerek voltak a pályafutásom során. Fiatal, 16-17 évesen már a postásban, ahol budapesti postásban, ahol elkezdtem pingpongozni, ott a felnőtt csapatban kaptam néha szerepet, és beraktak egy-egy meccsre. És akkor, mielőtt eligazoltam a postásból, felnőtt magyar bajnok lett a postás férfi asztalitenisz csapata, ahol én játszottam pár meccset, úgyhogy ott volt egy ilyen nagyon korai bajnoki cím. Aztán nyilván mint ilyen harmadhegedűs fiatal gyerekként volt ez. Aztán hát játszottam sokat külföldön, ott is elég jó ellenfeleket vertem. Például Németországban találkoztam
Fabian Åkerström nevű svéd játékossal, ő akkor azt hiszem aktuálisan svéd egyéni bajnok volt, meg járt a válogatottként a nemzetközi versenyeket, őt sikerült legyőznöm. Volt jó pár játékos itt a osztrák Bundesliga 1-ben is, akiket úgy elkaptam, akik elvileg esélyesebbnek számítottak nálam jóval, de volt elég sok ilyen. Ugye nem is olyan rég, 2 éve érkeztél Fehérvárra? Jól mondom? Igen, eddig 2 szezon. Igen, 2 szezon. 2 szezonnal ezelőtt érkeztél Fehérvárra. Mi motivált abban, hogy csatlakozza Honvéd Szondi eséhez, a fehérváriakhoz? Nagyon összetett és szerencsés dolog ez, ami most Fehérváron zajlik a pingpong életben. Egyrészt az NB1-es csapat tagjai szinte kivétel nélkül, vagy mondhatom, hogy kivétel nélkül jó viszonyban vagyunk. Barátaim, az Engelmann Zsolttal együtt a postásban kezdtünk pingpongozni, és Lett Józsival voltam csapattársak Dunajvárosban. A Volsik Tibit is, aki egy jó játékos, és még emellett a csapatnak a menedzselésével is foglalkozik, vele is nagyon jó barátságban vagyok. Domokos Győzővel annak idején, Kecskeméten, ő most is ott él. Kecskeméten, amikor pingpongoztam, vele is nagyon jó viszonyba kerültünk. Tehát van egy ilyen kötődés, hogy nagyon jó hangulat uralkodik a csapatnál, és nagyon jóba vagyunk, és nagyon szeretjük egymást. Ez ugye érzékelhető is általában az eredményeinken is. A másik része pedig az, hogy a Volsik Tibivel kitűztünk egy olyan célt, amit itt Fehérváron nagyon reálisnak éreztem. Egyrészt a háttér miatt, hogy a Tibi egy komoly, elismert ügyvéd, olyan cégekkel dolgozik együtt, akik akár támogatnak minket a városvezetésben is, érdekelt, és ott is ismeri a megfelelő embereket, és a pingpongot azért mindig is szívügye volt az asztali tenisz. Ezért egy nagyon reális képet tudott elém vázolni, hogy ide jövök, mint játékos, vezetőedző, foglalkozunk együtt a szakosztálynak az építésével, és itt pár éven belül akár lehet egy olyan asztali tenisz szakosztályt építeni, ami Magyarországon egy meghatározó klub lesz, akár mint a élsportban, tehát extraligás bajnoki címhez közeli csapat, mellette utánpótlás neveléssel foglalkozunk, minél több kisgyereket akarunk versenyeztetni, tehát egy komoly asztali tenisz életet szeretnénk itt Fehérváron létrehozni. Ugye ebben a szezonban az NB1-ben a harmadik hely sikeredett, ugye extraliga és aztán NB1, ugye így van a divíziók megoszlása, és még a második csapatotok, a Honvédes a második csapata az NB3-ból, akár az is elképzelhető, hogyha minden igaz, ez még nem tény, de az NB2-be juthat, tehát ott is jelentős sikert könyvelhettetek el. Így van. Az NB1-ben egy nagyon szép eredménynek tartjuk, hogy harmadikok lettünk. Az év elején ilyen 5.-6. helyre tippeltük volna magunkat. Nagyon jól futott ki a bajnokság alatt az is, hogy új szabály, hogy minden egyes NB1-es csapatnál 21 éven aluli játékos kötelező játszatni. Ez nyilván megosztja az embereket, hogy mi a véleményük erről a szabályról. Szerintem nem egy rossz döntés, mert a fiatalok játszhatnak olyan bajnokságba, hogy a 21 év alatti fiatalokról van szó, amiben fejlődhetnek, meg olyan játékosokkal találkoznak mindig, akik azért úgy jól elkenik a szájukat. Van miből tanulni. És a mi 21-es játékosunk, a BVSC-ből érkező Bott Levente, ő nagyon szépen beilleszkedett, 45% körül teljesített. Tehát ez a 21 év alattiak között egy kiemelkedő teljesítmény. Nekünk ez így jól is jött végül is ez a szabálymódosítás. Az NB3-as csapatunk pedig második lett, és olyan híreket hallottunk, még egyelőre nem volt meg a végleges nevezés, a szövetségben nem adták le, de lesz jó pár visszalépő csapat, és vagy
vagy osztályozót, vagy helybetöltőt írnak ki majd augusztusban, és úgy néz ki, hogy lesz MB1-es, MB2-es csapatunk, megye-1-es, megye-2-es, a megye-2-ben ugyanúgy szondis fiatalokat versenyeztetünk, szeretnénk, hogy ők feljussanak az MB3-ba, egy év múlva MB1, MB2, MB3, tehát így lépcsőről lépcsőre szépen építgetjük a szakosztályt. Na most az MB1-es csapat sikeréhez ugye te teljesítményed is kellett, és azért a ranglistán igen torony magasan legelől végeztél. Hány százalékát nyerted a meccsen? Hát 90 pár százalék, 90 fölött. 90 százalék fölötti mutató. Ez elég parád is. Igen, jól sikerült. Mindig ez volt nálad az általános? Minden szezonban? Ez a mutatószám? Az, hogy csak elenyésző számban vesztesz meccset? Hát azért ennél jóval erősebb bajnokságokban játszottam. Tehát mondjuk amikor a osztrák Bundesliga 1-ben játszottam, ott az a 50% környéke, amit sikerült nyernem, az is egy nagyon komoly teljesítménynek számított. Vagy akár Németországban, vagy Spanyolországban is, tehát ott kis kevesebb százalékkal zártam a szezont. Ez a magyar NB1 is egy elég stabil és lehet mondani, hogy egy ilyen egységes bajnokság. Jól jött ki nekem a lépés, ez az egyik része, a másik meg tényleg, hogy szerencsére van honnan azért visszafelé lépegetni még. Na most az első és a második vonal, nevezetesen az Extraliga és az NB1 között mekkora a minőségi ugrás, különbség? Elég nagy. Ugyanúgy, mint ahogy lefelé is, mondjuk az NB1 és az NB2 között itt, és az Extraliga azért egy sokkal erősebb bajnokságnak számít. Hát én úgy gondolom, hogy én tudnék játszani Extraligát, a többi csapattársamnak már az egy nehezebb kihívás lenne, tehát nem feltétlenül tudnák megállni a helyüket az Extraligában. Tehát ahhoz mondjuk, hogy a Szondi... Most még. Hát most nem jönnek a picik, meg a fiatalok, az még egy kicsit arrébb van, hogy ők majd ilyen bajnokságban játszanak, de hát nyilván azon vagyunk, hogy eljussanak minél komolyabb szintre. Benne van a pakliba, hogy pár éven belül akár extraligás csapatunk is legyen, hogyha úgy tudunk szponzorokat szerezni, úgy tudjuk a város vezetést is magunk mellé állítani. Most benne van. Egy legutóbbi nyilatkozatodban, illetve ezt természetesen elnök úr is megerősítette, és ez nyilván fontos és elsődleges cél, egy saját terem, egy saját csarnok építése. Ehhez mennyire vagytok közel? Mi kell ahhoz, hogy ez megvalósulhasson? És ez egyébként mennyiben lenne katalizátora annak, hogy a klub tovább prosperáljon és fejlődjön? Szakmailag mindenképpen egy óriási nagy előrelépés lenne. Arra gondoltunk, hogy a délelőtti időszakot például meg tudnánk úgy tölteni asztalitenisszel, hogy az iskoláknak felajánlanánk azt, hogy tornaóra keretein belül pingpong szakköröket tartanánk ott a gyerekeknek, és akkor mi látjuk az ügyes fiatalokat, az ügyes piciket. Minden évben új generáció jönnek az elsősök, másodikosok, tehát mi nagyon jól tudnánk meríteni. Másrészt meg az iskolák is ebből profitálhatnak, hogy egy sportágat megismertethetnek az is a gyerekekkel. Nyilván leveszik a terhet a tornatanárról, vagy nagyon sok iskolában hallom, hogy nincsen elég hely tornaóráknak a megtartásához. Tehát akkor is egy jó megoldás lenne, hogy a délelőtti időszakban például ilyen pingpong szakköröket tartsunk, mindenki nyerne ebből. Aztán a délutáni időszakban az amatőröknek, a felnőtteknek tudnánk helyet adni, akkor a kezdőcsoportunknak, ami már működik a Szondiba, 20x fővel a picikék a hétvezérben most játszanak, akkor a haladócsoportunk is külön időszakban tudnának edzeni.
versenyeket tudnánk szervezni a hétvégén, akár amatőr gyerekversenyt, akár városi versenyt. Nagyon sok lehetőség nyílna meg egy ilyen saját asztali tenisz csarnokkal. Ez hány éves terv? Három évre egyeztem meg én személy szerint a klubba. Most az első évem telt le, tehát még két évig vagyok itt, és nagyjából a vége felé gondoltuk a Tibivel, hogy akár létrejöhet ez az álmunk, és valahogy sikerülhet összerakni ezt a történetet. Egy ígéretet kaptunk már arra, hogy telket kapunk ehhez. Aztán úgy gondoljuk, hogy az Asztali Tenisz Szövetségtől kéne pályázni különböző EU-s pályázatok, önkormányzat. Nyilván az is kérdés, hogyha létrejön, akkor annak a teremnek a fenntartásához mennyi pénz kell, és azt hogyan tudjuk előteremteni. Reálisnak érezzük. Aha. Most ugye a hétvezér iskola torna termében tartjátok a hazai mérkőzéseket. Mennyire van lehetőségetek saját szervezés, vagy lehetőségetek, helyetek saját szervezésű versenyek megrendezésére? Vagy ehhez inkább azért már egy terem kell? Hát ehhez már egy saját terem kéne. Van egy emlékverseny, amit Volsik János bácsi mindig megrendez, ez a Marton Imre emlékverseny. Tavaly például Polgárdiban lett megrendezve, talán először, eddig mindig Fehérváron volt, ha jól emlékszem. Ez egy kisebb szabású amatőr verseny. Ilyesmi jellegűt meg tudunk tartani a hétvezérben, de a hétvezérben is egyeztetni kell ott az iskola vezetéssel, hogy nincs-e valami másik sulis program, meg ott működik közben a kosárlabdás edzések. Még akkor ezeket össze kell így hangolgatni. Nyilván egy saját csak pingpongra kialakított csarnokban nincsenek ilyen kérdések, berendezzük egyszer szépen a termet, mert például a berendezés is, az is egy probléma nálunk, hogy minden edzésen hozzuk az asztalokat, felállítjuk, hozzuk az adogatógépet, azt mire beüzemeltetjük, közben melegítenek a gyerekek, végig az edzések, mindent lepakolunk. Hát a hétvezérben most felállítunk 12 asztalon, mennek az edzések, és már sokan vagyunk, meg lassan kinőttük. Annyi gyerek van, meg annyi amatőr, annyi haladócsoportos srác. Tehát ezek az edzések, ezek folynak most is? Zajlanak. Uh-huh. Nagyon jó hangulatban, tehát nagyon nincs sokan megállás, vannak. Különösebb volt szezon. Már készültek a következő bajnokságra. Most végig augusztusban, a hétvezérben 4 hétig tart majd az edzőtábor. Most éppen jelen pillanatban egy kis pihenő most van, pihenő. De augusztusban végig 4 hetes felkészülésünk lesz. Mikor indulnak a bajnokságok? Jól tudom, szeptember elején kezdődik az NB1, és akkor zsinórban egyből 3 fordulónk lesz. Gondolom hasonlóképpen lesz majd az NB2-ben, remélhetőleg NB2-ben a második csapatunknak. Aztán még itt tényleg meg kell beszélnünk sok mindent a csapat összeállításokról, mert a megye 1-et, meg az NB2-t, meg a megye 2-t, azt nyilván a saját nevelési fiatal szondis játékosokra építkezünk, de kell egy-egy olyan felnőtt is, aki egyrészt viszi őket a meccsekre, összetartja őket, oda koppint a fejükre, hogyha esetleg olyan van, olyan szituáció alakul neki, és akkor őket toljuk előre, a fiatalokat. Versenyeztetjük, országos ranglista versenyekre járunk velük. Sok sikert az új szezonhoz és a valamennyi cél eléréséhez. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt mára a Bajnokok Városa. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra!